Amikor a Földet megteremtették, csak két ember élt rajta. Hogy sok ideig voltak a ketten, vagy csak kevés ideig, ezt nem lehet tudni. De történt egyszer, hogy az egyik testvér így szólt a másikhoz. Mit szólnál, ha holnap én mennék el vadászni, s te itthon maradnál a sátrat őrizni? Ebben megállapodtak. El is indult vadászni az egyik reggel, a másik pedig ült-ült otthon, de egyszer csak megülte az otthonülést, és így szólt magában. Én addig elmegyek is, gyűjtök egy kis fát az erdőből. Így is lett. Elindult, és gyűjtötte a karjába a rőzséket, a fahasábokat, és estére visszatért a sátorhoz. Tüzet rakott, és várta haza a testvérét. Meg is érkezett. Egy hatalmas jávorszarvast ejtett el, megnyúzták, megsütötték, megették, majd így szólt a másik. Holnap én megyek el vadászni, és te maradj itthon. Megegyeztek ebben is. Aludtak, reggel ettek, ittak, most elindult a másik testvér. Ment. Mendegélt az erdőben, de hiába ment, hiába mendegélt, hiába hajtotta, űzte a vadat, nem ejtett el egyet sem. Teltek a napok, teltek az éjszakák, s ő csak ment egyre bentebb és bentebb az erdőben. Egészen addig ment, amíg elért egy hatalmas lyukhoz a földben, ahogy belenézett, már bele is ugrott. És innentől kezdve, ahogy haladt előre a sötétségben, nem tudta, hogy nappal van-e, nem tudta, hogy éjszaka. Csak tapogatta oldalt a falakat, és ment egyre bentebb és bentebb az alagútban. Egyszer csak elért egy sátorhoz. A sátor lapjai vasból voltak. És ő megfogta a sátorlapot, oldalra húzta, és be is lépett a sátorba. De ahogy körbenézett, nem tudta, hogy hol fog kijutni. Nem tudta, hogy hol van, azt sem, hogy mit keres itt. És elájult félelmében. Ezt megérezte otthon a testvére. Fivérem már időtlen idők óta elindult. Hol lehet? Hol lehet? Kérdezte magában. És elszaladt a hét szánukig, a hetedikből elővette a sámán dobját, a kezébe fogta, és elkezdett dobolni. Ahogy dobolt, és énekelt, és a teste elkezdett elválni a lelkétől, és a lelke elkezdett utazni a világfán. Egyszer csak egy hangot hallott a feje fölül. A fivéred a földapó sátrában van. Indulj! És ezzel véget ért az álom. Ő letette a sámán dobját, és elindult. Ment az erdőben, ment hét nap és hét éjjel. Egészen addig ment, amíg el nem ért ugyanahoz a lyukhoz. Beleszökött, és folytatta tovább az útját teljes sötétségben, hét nap, és hét éjjel. Ő is elért egyszer csak a sátorhoz, de ő már rögtön tudta, hogy ez csak a földapó sátra lehet. Megfogta a sátorlapot, és elhúzta, és ahogy elhúzta, egy ősz öregembert látott ülni egy széken, ahogy kezében egy földlabdát tart. Illedelmesen köszönt a testvér neki. Szép jó estét, földapó, vagy reggel van-e, nem tudom. A fivérem itt van-e? Itt van, persze, szólt a földapó. És azok ketten találkoztak, megölelték egymást, majd figyelmüket ismét a földapóra fordították. Az újonnan érkezett megkérdezte, ugyan mi az, amit a kezedben tartasz? Mi lenne más? Nézett le a földapó a sárkogyóra. Ez itt kérlek szépen maga a föld. Ha nem tartanám, darabjaira hullna. És ahogy ezt szólt, és ahogy ezt mondta, a fiúkhoz így szólt.
Egyetek, igyatok. És azok ettek és ittak. Majd lefeküdtek aludni. A földapó azonban csak ült ott, ült rendületlenül, és tartotta a kezében a földet. Ahogy reggel a testvérek felébredtek, így szólt hozzájuk. Láthatjátok, én már nagyon öreg vagyok. És ami igaz, az igaz. Fárasztó dolog vigyázni a földre. Segítenétek-e nekem ebben? Bólogattak a fiúk. És a földapó, a földgolyót oda nyújtotta annak a fivérnek, aki először érkezett. Mától kezdve te leszel a föld megtartó, és a kezébe helyezte a földet. És akkor ránézett a másik fivérre. Téged pedig megtennélek földvigyázónak. És így is lett. Ettől a naptól kezdve minden teremtett lélek okkal születik le a földre. Az egyik fivér azóta is tartja a kezében a földet, a másik pedig óriási hegy képében vigyáz azokra, akik a földön élnek. Most már csak az a kérdés, hogy te tudod-e, hogy miért vagy itt köztünk? Kolozsvár szívében, a Blérió pincéjében mesél Nádasdy Csilla elmese. A videó a Kritik Média jóvoltából jött létre. Ha kíváncsi vagy ránk, linkeket a leírásban találsz. Köszönjük a figyelmet!